A vezér iszik, Novák Katalin köszönetet mondott Szabinak a Péknek, meg a fonyódi kis huszároknak, a Dév pedig értékeli az évet, meg a Dévet, meg előadja nektek a Dév Megjött 2024, az az év, ami várhatóan még pocsékabb lesz, mint a tavalyi, de nem baj, nem kell elkeseredni. Orbán Viktor ugyanis tudja, mi a megoldás a nehézségekre. A vezértől megtudtuk, hogy mit kell tenned ahhoz, hogy képes legyél elviselni az Orbán inflációt és a megszorításokat. Hogy áll a hajam? Így áll. Orbán Viktor ebben a hihetetlenül profi videóban, amiben olyan profi a világítás, hogy alig látszik a vezér, elénekni a magyaroknak, hogy mi a teendő. Így áll magyar, ez az orvosság minden bajodra. És ha eleget iszol, már egyáltalán nem fog érdekelni a benzinára, a kenyérára vagy a dobrevklára. Egyáltalán nem fogsz dühösen reagálni Tibor István tovább gazdagodás ára. Az alkohol mindent helyre tesz a magyar emberben. Hát 800 ezerre tesszük Magyarországon az alkoholfüggőknek a számát. Továbbra is népbetegség? Igen. Ja, hát igen, sokan vagyunk alkoholisták, de még mindig nem vagyunk elegen. Ezért is kampányol a vezér ennyire a borfogyasztás mellett, ezért énekli nekünk, hogy. Igyan! Azonban, ha valaki megfogadja a vezér tanácsát és ormán életmódot folytat, annak meg lesznek a következményei. Az alkoholista ugye reggel fél hat, ugye receg, izzad. A grányis, Orbán Viktor az ország első embere, aki mintát ad minden magyarnak, akit bátran követhet mindenki. Ha a vezér képes borral vagy páleszel gyógyítani a szorongásait, akkor minden magyar képes erre. Ha ez a fickó meg tudta csinálni, akkor én is meg fogom tudni csinálni. Azonban nem csak alkoholfüggőség létezik ebben az országban. Vannak például olyanok, akik a hatalomtól függnek. Szoktam volt időnként mondani, hogy 10 millió függő országa vagyunk, és hát valójában. Mindenkinek van valami függőség. Hát vagy valami olyasmi szokás, van. amihez ragaszkodik. Orbán Viktor például ahhoz a szokásához ragaszkodik, hogy uralkodik. Kétharmados visszaéléses függősége van. A szavazói és a nyaloncai meg Orbán függők amiben egyszer belenyaltál és ízlet, arról nagyon nehéz leszokni. Ez a függőség elsősorban az idősebb szavazókat érinti, de talán a fiatalok számára még van remény. Felnövekő nemzedék lehet az, talán jobban meg kéne tanítani, nemet mondani, és igazándiból ne, hogy olyanok legyünk akár, mint mi, hiszen ők, ők, ők még egy jobban alakítható korosztály. egy felnőtten, időnként nehezebb sokkal-sokkal segíteni egy kialakult személyiséget. Én is függő vagyok, bevallom. Az én függőségemnek olyan tünetei vannak, hogy állandóan megafonosokat, állellenzék és fideses nyaloncokat akarok rúgdosni, gyalázni. Hát csak azt én tudom, hogy én hogy jutottam el idáig, de talán Zaher doktor úr tudja. Én azt gondolom, hogy az ő világában itt elsősorban valamilyen stimulánszer lehetett, méghozzá nem is a legolcsóbb. Rendben van. Szóval Orbán Viktor azt üzente nekünk, hogy ígyunk, ígyunk, és akkor minden szebb lesz. Novák Katalin is üzent, szerinte is nehéz volt a 23-as esztendő a magyaroknak, amiről persze egyáltalán nem a kormány tehet. Erről szó sem volt a köszöntőben viszont Novák Katalin nem elégedett meg annyival, mint a főnöke. Ő nem azt mondta, hogy igen, szarban vagyunk, de ígyunk, és akkor nem fogunk erről tudni, hanem ő megpróbálta a lehetetlent, megpróbálta elmagyarázni, hogy miért is nem olyan vészes a helyzet, mint ami ennek tűnik. Drágább az élet. Meg kell fontolni a kiadásokat, hozzá kellett nyúlni a tartalékokhoz. Sok családban szinte folyamatos a betegeskedés, mintha az immunrendszerünk is legyengült volna de békében élünk. Nem volt asszály, van kenyér, és volt okunk örülni, büszkének lenni. Ferenc pápa látogatásának három napja a magyarság szívébe örömet és hálát hozott. Csórók vagyunk, betegek vagyunk, de nincs baj, mert nincs háború. És asszály sincsen, viszont van kenyér, meg van pápa. Hát tessék most ezeknek örülni. Ide jött a demens ember, örüljél már paraszt. Meg van neked ezer forintos kenyér a bódba, legyél boldog. Még meg sem emésztettük az örömhírt, hogy Karikó Katalin a tudományos világ tetejére ért. Már is jött Krausz Ferenc sikere. Milyen Krausz Ferenc sikere? Talán inkább Krausz Gábor sikere, nem? Aki megnyerte a Dancing with the Kraust. Ennél már csak az volt szebb pillanata számára, amikor végre hivatalosan is megszabadult Tóth Gabitól, csak sajnos mi nem szabadultunk meg. Mi magyarok nem tudunk elválni tőle, csak szeretnénk. És jó volt megtapasztalni mind a 30 országban, ahol idén hivatalosan jártam, hogy tisztelettel fogadják a magyarok elnökét. Hát persze, hogy tisztelettel fogadnak téged, drága Katalin, hiszen pontosan tudják, hogy az égvilágon semmiről se döntesz. A kérdés az, hogy mennyire fogadják tisztelettel a magyar miniszterelnököt. Hát igen, a világpolitikai tényezőt nyugaton néha kicsit megpofozzák, néha kiküldik kávézni, keleten meg örömmel mutogatják a vezér legkínosabb pillanatait az orosz állami televízióban. Tényleg... Novák Katalin köszönetet mondott mindenkinek, akinek egy köztársasági elnöki újévi köszöntőben köszönetet kell mondani. Köszönet Szabinak, a Péknek, hogy sütni tanítja a gyerekeket. Köszönet a fonyódi kishuszároknak a hazaszeretetért, a rimóciaknak, terényieknek, hollókőieknek a hagyomány őrzésért. Na, hát nekik én is tényleg köszönök mindent. Szabinak, a Péknek, meg a fonyódi kishuszároknak. Annyira hálás vagyok nekik, hogy el nem tudom mondani. Szerencsére Novák Katalinnak sikerült. Itt állunk 2024 küszöbén. Televárakozással, reménységgel. Mint amikor egy videójátékban végigmentünk egy nehéz pályán, és a végén újra töltődnek az életeink. Novák Katalinból előmászott a gamer. Ti is látjátok, hogy az elnök asszony végig a Call of Duty-t az éjszaka folyamán, csak hogy elterelje a figyelmét arról, hogy megint aláírt egy törvényt, amit nem nagyon kellett volna? Például a szuverenitás védelmét. E tuti, hogy Novák Katalin videójátékozik minden szabad percében. Vagy az is lehet, hogy valaki felmérte neki, hogy ez a duma tetszene a gémereknek, mert ettől biztos, hogy majd megkedvelik. Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet. Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt, az maradjon. Ki elindult, az haladjon. Bort, búzát, békességet, de leginkább bort a vidéknek. Itt! búzákat meg inkább Brüsszelnek, de csak is fóliázva. Az országban sötétséget, birkucik fejébe hülyeséget, új esztendő hasznot hozzon, a tolvaj elit a törvénytől ne fosson. Ki barát volt, takarodjon, a vezér meg csak putyinkodjon. Orbán Viktor az agresszor segébe bújék. Most pedig értékelni fogom az évet meg a dévet. Jön a dévértékelő sok minden történt 2023-ban, nem fogom most végigvenni, hogy mik, hiszen ezt tudjátok, hanem inkább arról beszélnék egy kicsit, hogy milyen témák izgattak titeket leginkább. Nagyon szép nézettséget éltek el például a puzséros videók, és minden olyan videó, amiben valaki neki rontott valakinek. Nagyon sok nézőt érdekeltek a bífek, ami egyáltalán nem meglepő, például a puzsér fer vagy a puzsér farhát összecsapás. 56 ezeren nézték meg a Pálfi Istvánról szóló videót, ami szintén nem túl meglepő, hiszen Pálfin kívül nincs senki más az országban, aki ilyen gyorsan képes kirúgatni magát egy munkahelyről. Összesen egy napot sikerült neki eltölteni új munkahelyén a hírtévében. Szerintem ez világrekord. Több mint 59 ezer ember látta a nagyferós videót, amit nemrég tettem ki, és most is folyamatosan nézik. Egyszerűen nem áll le a nézettség ennél a videónál. Hát a nagyferóban is van valami ellenállhatatlan. A nyalásnak az a szintje, amit a feró képvisel, azzal a, hogy finoman fogalmazzak, egyszerűséggel párosulva, amire szintén csak a feró képes, jobban vonza a nézőt, mint a Tóth Gabi, pedig hát a Gabit is szerette az algoritmus, nem is kicsit. A második legnézettebb videóm ebben az évben szintén 60 ezer körüli nézettséggel Pesti Lászlóról szólt, meg a lőjelenségről. A legnézettebb videóm témája pedig mi más is lehetne, mint Mészáros lőlinci aktozása, 66 ezer ember volt erre kíváncsi a legnézettebb videó a csatornán, szintén Mészáros Lőrinchez köthető, de ezt a videót nem tavaly tettem ki, hanem 2020. októberében, a csatorna első évében. Lényegében ezzel futott be a dévvilága. Ez a videó nemrég átlépte a 200 ezret. Ez volt az a videó, amiben arról beszéltem, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea egy pár lettek, akkor, amikor még lényegében senki sem tudta, hogy ők egy pár. Még hogy a bulvár nem érdekli a nézőket. Hát én azt hittem, hogy a Tóth Gabi fog győzni, de nem. Az első ötbe nem sikerült a Gabinak bekerülni. Igaz, a hatodik legnézettebb videóm Tóth Gabi is. Úgyhogy azért nem áll nagyon rosszul a Matyó Baba. 2023-ra azt a célt tűztem ki, hogy el kéne jutni 20.000 feliratkozóig, aztán történelmileg úgy alakult, hogy már majdnem 24.000-nél tartunk, 23.800 valamennyinél vagyunk most. Ebben az évben hivatalosan 40 ezer feliratkozóig szeretnék eljutni, legalábbis ez a terv, nem hivatalosan meg baromi boldog lennék, hogyha meg lenne az 50 ezer. Hát ezek a vágyak, ami meg lesz, az a valóság, de én optimista vagyok. Másképp amúgy se lehet ezt csinálni. Szeretném nektek megköszönni a rengeteg pozitív kommentet, bíztatást, a negatív kommenteket is. A trólok valójában nem is tudják, hogy mennyire sokat segítettek. Fogalmuk sincs arról, hogy a diszlájkok és a negatív kommentek is mennyire hasznosak a csatornának, erre mondjátok nekik. Úgyhogy nekik is köszönök mindent. Köszönöm a feliratkozásokat, lájkokat, megosztásokat. Még jobban köszönöm az anyagi támogatást a csatornatagoknak és azoknak, akik pépálon gurítottak nekem mindenféle pénzt. Forintot, eurót, dollárt, sékelt. Nagyon köszönöm a témajavaslatokat, amiket időnként küldtök nekem e-mailen vagy Facebook üzenetekben. Ezeket továbbra is szeretettel várom, bár továbbra sem tudom megígérni, hogy mindegyikből videó lesz, de ha valamit érdemes volt felhasználni, azt én fel is használtam, ezt láthattátok. Szóval nagyon köszönöm, hogy nézitek a videókat, tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Most pedig, mivel elérkeztünk a videó végéhez, elszavalom nektek a Dave Himnuszt. Isten áld meg a dévet sok like és szubszkrájbal, nyújts feléje védőkart, hogyha küzd a farháttal. Nél sors, akit régen tép, hozott rá sok hőbörgőt, már a dév a múltat és Minden kedves és nem kedves nézőmnek boldog új évet, magamnak pedig boldog új dévet kívánok. Pusz!